Hosszas és heves vita után elnapolta a Pataréti szeméttelepen keletkezett tűz ügyét a sürgősségi helyzetek Kolozs megyei bizottsága. A testület állítólag azért nem tudott dönteni, mert nem kaptak meg minden szükséges információt. Hangos szóváltások közepette közel 2,5 órát tartott a Kolozs megyei prefektúrán a sürgősségi helyzetek megyei bizottságának ülése. A testületnek arról kellett volna döntést hoznia, hogy a Pataréti szeméttelepről áradó füst, az ott összegyűlt csurgalék és az omlás veszélyel fenyegető hulladékhalmok miatt indokolta a válsághelyzet kihirdetése. Aurel Kerekes, a Kolozs megyei tanács prefektusa arra hivatkozva kérte a döntés elnapolását, hogy nem kaptak meg minden szükséges információt. A megyei önkormányzattól meg kell kapnunk az aláírt hivatalos dokumentumokat, ezeket már beszerezték, több mint 2 órán át egyeztettem Alintisé úrral, aki egyetértett ebben. Mi nem azért vagyunk itt, hogy ellenkezzünk, hanem azért, hogy megvizsgáljuk a helyzetet konkrét, törvényes, tudományos, hivatalos alapon. Alintisé, a Kolozs megyei tanács elnöke mindvégig hevesen védte álláspontját. Hangsúlyozta, mielőbbi beavatkozásukra van szüksége a terepen, ami a bürokrácia diktálta ütemben több hónapig is húzódhat. Köztudott, hogy nincs ott megyei telek, hogy a fordított ozmózisos tisztító berendezést nem tudjuk 18-áig beszerezni. Az egyetlen eddigi ajánlat egy hónapos határidőre szól. Dokumentumokat arról, hogy más telkére nem kérhetek ki engedélyeket, geotechnikai tanulmányokat, amik bizonyítják, hogy a szennylé és a víz tovább gyűl, a csurgalék a bekötőút alapjához ér, és további dokumentumokat. A Kolozs megyei tanácsnak a mai döntés szerint 5 nap áll a rendelkezésére, hogy a szükséges dokumentációt összegyűjtse. Ezt követően újra összehívják a sürgősségi helyzetek Kolozs megyei bizottságát, és döntenek a pataréti helyzet súlyosságáról.